Szép estét kívánok mindenkinek, kezdiket csókolok. Szervusztok! Hát kérem szépen, lassan-lassan eltörtünk még egy polgármesternek is a szavai. Egy ilyen ifjakból összeverődött, ifjakból összeálló színjátszókör szavai, gondolatai előtt. Örvendek, hogy itt állhatok, örvendek, hogy itt vagyunk mindnyájan, hiszen csak arra gondolok, hogy alig egy hónappal ezelőtt, mikor felkértem iskolánk igazgatónőjét, Szabó Margit asszony, és az ifjakat, hogy jó lenne újra valamit bemutatni a nagyszerű közönségnek, jó lenne valójában elkezdeni egy olyan színjátszókört és megalakítani, amelyre mindnyájan büszkék leszünk. Hát kérem szépen, egy hónap alatt az ifjak ezt betanulták. Tehát vannak tehetséges ifjak itt a községben, a faluban, és ugyanakkor elmondhatom, hogy vannak tehetséges pedagógusok, még akkor is, hogy a tiszteletes asszony nem az. Vagy az? Gyertek ide, ne szívesen! És a legtöbbet kérek szépen a két betanítónak. Kifejtett tevékenységért. Imád a beteg, nem tudod fejlődni.
Kulva. Imelda. Jöjj most. Addig is kis Beáta. Kívánunk mindenkinek kellemes estét, és köszönet véget szerint.